Kesztölcön járva ma a Kálváriát fogjuk megnézni, és persze a templomba is bemennénk, de nem mindig van nyitva. Most azonban a mögötte található Kálváriát járjuk végig. Addig is még felérek, innen nagyon jó a kilátás. Megmutatom, hogy ott a szemben lévő dombon is állt egy templom egykor. Helyét ma ez a kereszt jelzi. Ez itt a templomhoz vezető, illetve a temető dombra vezető meredek út. Megyünk felfelé, és a település egyetlen katolikus templomja mögött található a Kálvária, ahol ma nekünk dolgunk van. Itt a bejárat. Előtte, ezt nem tudom befogni egészben, egy hatalmas, legalább 100 éves hársfa. Hárman alig tudtuk átérni a törzsét. Gyönyörű, nem igaz? Itt a hatalmas hársfa alatt megpihenve elmondom, hogy a kesztölci Szent Kelemen templomban található Közép-Európa legnagyobb oltárképe, amely Vilasi Tibor munkája, és meg is fogjuk egyszer nézni, ha nyitva lesz a templom, bemegyünk, megígérem, addig is megnézhetjük az oltárképet fotón. De tulajdonképpen nem is ezért jöttünk, hanem hogy itt a szomszédos temetőben végigjárjuk a Kálváriát, így eljutva a modern stílusú ravatalozóig. Az itteni Kálvária érdekessége egyébként, hogy általában Kálváriát a svábbultú településeken építenek. Itt azonban nem voltak jelen svábok, legalábbis nem nagy számban, az biztos. Mégis van Kesztölcnek Kálváriája, nem is akármilyen csodás kilátás nyílik a környező dombokra, már egészen a Kálvária út közepétől, és összesen 14 stációból áll. Vágjunk neki! Az egyes stációk színesen festett, faragott kőből készültek. Én az egyik. Az egyes számú. És a lábazatukon elhelyezett táblából az is kiderül, hogy 1933-ban készültek. Minden táblán egy-egy család neve is szerepel. Ők az adott stáció, ha lehet ezt így mondani, örökbefogadói. És számos kesztölci család részt vett még a helyi Kálvária felépítésében, felépülésében. Megyünk tovább, mert még messze van a 14. Szóval még nincs 100 éves ezek szerint a kesztölci Kálvária, de meg lesz az is hamarosan. A helyiek azt mondják, hogy ideje lenne már a Kálváriát felújítani. Én viszont azt mondom, hogy így is nagyon szép.
Pasi is megmászta, feljutott a csúcsra. Jó, nem nagy túra egyébként. Itt a vége. A 14-es stációt itt a lábazaton lévő tábla szerint Nebehal János és Marinka Lajos családja állította. Itt két szent vigyázza a Kálvária tetejét, és egy kőkeresztet is találtunk. 1802-ből. Itt pedig a felújítások időpontjai. Ez pedig itt a már modern stílusú ravatalozó. A Kálvária csúcsán álló két szent szobor 1866-ban készült, és 2016-ban újították fel őket, úgyhogy igen, csak szépek. Hogy mikor készült a Kesztölci Kálvária, erre a kérdésre mindjárt az első stáció alatt található tábla választ ad nekünk, miszerint az egyes stációt Radovics Márton és neje állította, karöltve Fekete Ferenccel és nejével 1933-ban. Tehát 1933 bizony a Kesztölci Kálvária megépülésének időpontja, így még nem lehet 100 éves, de hamarosan még néhány év is az lesz. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne ez lenne az egyik legszebb kálvária, amit láttam.